Ha voltál már olyan házi buliban, ahol nem tudtál rájönni, hogy melyik az a vendég, akit nem látnak szívesen, akkor rossz hírem van, valószínűleg te voltál a hivatlan haver. A mai játékunk erről szól. Az Unstable kiadó egyik legfrissebb játéka a Hivatlan haverok, ugyanennek a kiadónak köszönhetjük a bájos kis bestiákat, illetve a rémes ménest, tehát garantált, hogy ez a játék is tele lesz humorral, illetve konfrontációval. A játékosoknak az lesz a feladata, hogy megadott tematikájú bulit töltsék fel az olyan vendégekkel, akikre számít a házigazda, viszont olyanok is becsúsznak majd, akik koloncként lógnak a többi vendég nyakán, és az a rossz hírem van, hogy ezek a vendégek ugyanannyit vedelhetnek a bárból, mint bárki más. A játékot 2-től 6 főig lehet játszani, a házi buli maga olyan 30-60 percet vesz majd igénybe, és 12 éves kortól már szabad a belépés. De lássuk is, hogy működik ez a játék pontosan. Minden körnek az elején a játékosok húzni fognak majd egy adott parti témát, amiben egyébként rengeteget találunk a játékba, tehát van egy paklink, amik mind különböző partikat, mind különböző tematikákat és különböző színkódokat és ikonokat fognak tartalmazni. Az ilyen kártyák alapján fogják majd a játékosok a saját kezükben lévő kártyáikból leválogatni azokat a vendégeket, akik szerintük illeszkednek a partihoz, akár szín szerint, akár viszont az ikonok szerint. Tehát egy draftolás fog történni, a játékos a saját kezéből titokban egy kártyát letesz maga elé, illetve egyet, aki a hivatlan haver, képpel felfelé. Majd a kezében maradt kártyákat továbbadja a szomszédjának, és megkapja egy másik játékosnak a kártyáit, amikből szintén elkezd leválogatni. Ez mind addig megy, amíg mindenki előtt 5 darab kártya nem lesz, képpel lefelé. Ha ez megtörtént, akkor mindenki felfordítja a saját kártyáit, és elkezdik pontozni azt. Pontokat szerezhetünk a kártyáinkon található pontszámokból, illetve hogyha a vendégeinknek a színe megegyezik az aktuális bulinak a színével, az alapján is pontokat fogunk gyűjteni. Továbbá találhatóak ikonok minden egyes buli kártyán, amik a vendégeken is megtalálhatóak bizonyos számba. Minden ilyen ikonért szintén pontokhoz jutunk. Viszont minden olyan ikonért, ami nem szerepel a buli kártyán, pontokat fogunk veszíteni. Ezen felül pedig, hogyha 3, 4 vagy 5 ugyanolyan színű kártyát sikerült kijátszanunk, akkor azokért a szettekért is jár pontszám, vagy hogyha a megtalálható buli színekből mind a 4-et ki tudtuk játszani, akkor azért is pontokat kapunk. Ha ez megtörtént és minden játékos összesítette az aktuális fordulóban a pontszámát, akkor azt a kis parti csákóinkkal elkezdjük lelépni itt a táblánkon. Ha ez a harmadik forduló volt, akkor véget ért a játék, az a játékos lesz a győztes, aki a legtöbb pontot elérte, viszont hogyha még nem a harmadik forduló, akkor az összes kártyánkat dobjuk el, húzunk egy új aktuális buli tematikát, és minden játékos új vendégkártyákat kap a kezébe. Ezt a játékot első körben azoknak ajánlanám, akik a draftolós mechanikát szeretik, illetve a sushigóért is oda vannak, viszont inkább egy olyan játékot keresnének most, ami draftolós, de kicsit humorosabb, és kicsit több a konfrontáció benne. Vagy hogyha például az Unstable játékokért oda vagytok, mert imádjátok a mechanikákat, amiket összehoznak szedgyűjtögetés tekintetébe, vagy az írtócuki grafikákért megvesztek, amit már megszokhattatok ettől a kiadótól, akkor biztos vagyok benne, hogy nem fogtok csalódni a hivatlan haverokban. És hogyha megtetszett a játék, akkor megtaláljátok szaküzleteink polcain, illetve a webshopunkba, és hogyha szeretnétek, hogy a buliaitoknak állandó résztvevői legyünk, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és házi buli közben nézzetek társasjátékos videókat. Vagy hogyha nincs időtök videókat nézni, akkor Instagramon és Facebookon is megtaláltok minket. A következő videóig pedig mindenkinek jó bulizást kívánok, én Gada voltam, és sziasztok! És hogyha érdekelnek hasonló társasjátékos tartalmak, akár bemutatók, akár szabálymagyarázó videók, akkor kattintsatok ide!